Még azt mondják, hogy nem jön el én hozzám, megmutatom, eljön hozzám estére. Kacsingatok szép fekete szemével. A Bátorszéki Idősek Otthona Idősek Klubjának közel 30 tagja van. A pandémiát megelőző időben napi kapcsolatban voltak egymással, találkozásaik egyfajta ritmust és biztonságot adott életüknek. Aztán elérkezett a vírusveszélyes időszak, és a klubnak be kellett zárnia közel egy esztendőre. Meglehetősen nehéz évet zártunk, mondta Hódi Katalin, az idősek számára a nehézséget a megszokott kapcsolataik, életritmusok sérülése jelentette. Éppen ezért van nagy jelentősége annak, hogy most újra együtt lehetnek, és felvehetik a kapcsolatokat a klub tagjaival. Többüknek veszteségekkel is szembe kellett nézniük és megküzdeniük. Nagyon nehéz volt a szolgáltatás számára is, hiszen igyekeztünk a napi kapcsolatot fenntartani. Ez nagyon nagy erőfeszítést igényelt mindenkinek a részéről. Próbáltuk olyan módon áthidalni azért ezt az egyéves időszakot, hogy lehetőleg, amikor újra nyitunk, és most már újra nyithattunk, akkor azért minél többen visszatérjenek hozzánk. Góli Ramona gyöngyfűző kiállításával indult újra az élet a Bátorszéki Idősek Otthona nappali ellátójában. Ő még a pályája elején van, de azt gondolom, hogy látva a kiállítás anyagát, egész biztosan, hogy nagyon szép sikereket fog majd elérni, és úgy gondolom, hogy azért fontos ez a mai program, amellett, hogy végre ismét együtt lehetünk, mert a hagyományainkat tudjuk feleleveníteni, és ehhez nagyon jól tudnak kapcsolódni a hozzánk járó idősek. Mindenképpen olyan programokat szeretnénk továbbra is, amelyek az időseinknek az érdeklődési körében szerepelnek, tehát olyan egészségmegőrző programokat tervezünk, kiállításokat, helyi embereket szeretnénk meghívni, akik valamiben jeleskednek itt a város életében, vagy itt a megye életében. Miközben az idősek számára az a feladat, hogy visszaszokjanak egymáshoz, fogalmazott Bozsolik Róbert polgármester az első találkozáskor tett látogatásán, szó esett a jövő terveiről is, melynek sikere esetén alapvető változások állnak majd be az idősgondozás infrastruktúrális hátterében. Igyekeztünk egy olyan ideiglenes konténer felállításával egy kicsivel jobb munkakörülményeket biztosítani az itt dolgozóknak, ami segíti az ő munkájukat, az utolsó simításokat végzik éppen az épület villamos, illetve vízbekötésével kapcsolatban, így egy irodateret, egy mosókonyhát és egy szociális helyiséget tudtunk a gondozók részére biztosítani. De mind ahogy jelzem, ez ideiglenes, hiszen a városnak komoly tervei vannak az idősek nappali ellátása kapcsán. A megyei önkormányzattal közösen elkezdtük ennek az épületnek a tervezését, hiszen azt gondoljuk, hogy ez az épület sajnos már nem tudja biztosítani azokat a feltételeket, ami egy 21. századi idős gondozáshoz szükséges. Ezért terveink szerint ennek az épületnek a helyén egy új, modern és minden igényt kielégítő épületet szeretnénk megvalósítani. A tervek nagy valószínűséggel 2022 tavaszára rendelkezésre fognak állni, és ezt követően mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy pályázati források bevonásával a lehető legrövidebb időn belül Bátorszéken itt a Vörösmarty utcában egy vadonatúj idősek nappali ellátása intézmény tudja majd megnyitni a kaput. A klubban arra készülnek, hogy visszatérnek ahhoz a rendhez, mely szerint minden hónapban egy nagyobb eseménnyel gazdagítják a közösség életét.